Mátyás király lustái, esti mese, népmese. Mátyás király három lustát látott egy fa alatt, ott hevertek, a szájukat eltátották, várták, hogy majd a gyümölcs belesik. Lusták voltak a fát megrázni. Azt mondja Mátyás király az inasának: No, ezeket hazavisszük, meghízlaljuk. Hazavitte, szállást adott nekik. Híztak is szépen, mert Mátyás király jól tartotta őket, ettek, ittak, nem volt semmi dolguk, egész nap hevertek. Mikor már jól meghíztak, azt mondta Mátyás király az inasának, hogy most már küldje el őket, de a lusták nem mentek. Az inas azt ajánlotta a királynak, gyújtassa rájuk a házat, másképp nem szabadult tőlük. Mátyás rájuk is gyújtatta. Mikor már javában égett a ház, azt mondja az egyik, ég a ház. Gyerünk ki! Majd kivitett bennünket a király, ha kellünk neki, mondja a második. A harmadik meg. Nem rösteltek ennyit beszélni. Meg sem mozdultak, bent is égtek mind a hárman. Így szabadult meg tőlük Mátyás király.